Nem volt egyszerű, azért jól játszottunk, azt meg kell mondani, ott elő nagyon jól játszottunk, jól mozogt a srácok. Meccs első percétől kezdve a mi akaratunk érvényesült. A második félidő elején volt egy kis kihagyásunk, kaptunk is egy gólt, de utána összeszedtük magunkat, és megint azt a játékot nyújtottuk, amit a első félidőben abba hagytunk. Nagyon jó kezdtünk a meccset, mindig nagyon fontos ilyen meccs, ha gyorsan megszerezünk a vezetést, mert akkor nekik is támadni kell, és akkor több terület marad nekünk elő. Nem volt egyszerű, azért jól játszottunk, azt meg kell mondani, ott elő nagyon jól játszottunk, jól mozogt a srácok, és tényleg majdnem végig jó tempóban játszottunk, amit nem volt nagyon jellemző, mindig vagy az első fél, vagy a másik fél játszottunk jó, úgyhogy ezt kell folytatódni. Nyilván tudtuk nagyon jó, hogy a Ferencváros az a jobb csapat nálunk, de nem voltunk felkészülve, ugye már a második percben gólt kapunk, ez megpecsítette a saját játékunkat is. Aztán ugye az első félre elsnyomta a bélyegét, mert kicsit lagymatagul játszottunk, de úgyhogy azért nem volt bennünk olyan átütő erő, hogy nyilván az miatt is, hogy vágyból az elején gólt kaptunk, szinte az első támadásból. De hát sajnos mi nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt elbírjuk, hogy az elején ilyen nagyokat hibázunk hát. A szezonban talán most játszottunk a legjobban. Úgyhogy reméljük, hogy sok ilyen mérkőzést fogunk még játszani, ahol ilyen jól fog menni a játék, és minél több gólt tudunk szerezni. Varga Roli azt mondta, hogy ez volt talán a szezonban a legjobb meccsetek, ezt tartotta is? Ha megnézünk 90 perc, akkor igen. Azért volt az első fél idő a haladás ellen, akkor szerintem lehet, hogy mégis jobban játszottunk, de a másik fél már visszaestünk. Az Újpest ellen a másik fél is nagyon jól játszottunk, de nem kezdtünk jó. Ez volt a megnézve 90 percet, akkor szerintem igen. Jó lett volna, hogyha mondjuk összeszokottabb csapat benyomását keltjük, főleg az első fél időben, ez nem nagyon látszott. Ez sajnos eredményességben nagyon rányomja a bélyegét az előző mérkőzéseken is, és a mostanin is, és ez sajnos gólokban is megmutatkozott. És így előrefele nem nagyon tudunk úgy építkezni, hogy ez eredményes is legyen. És nekünk előjátszóknak ez nagyon nehéz. Mindig megbeszélünk, hogy ha vezetést szerezünk, és úgy jövünk fél időbe, hogy 2-0 vagy 3-0, ne legyen olyan vége a meccsnek, hogy mindenki ül, és nem volt jó a másik fél, akkor ez nem olyan érzés megy el haza az ember. Úgyhogy próbálunk végig jól játszani, és akkor mindenki szerintem boldogan hazamegy. Próbáltam én, mint csapatkapitány, azért erőt adni a társaknak. A fél időben is próbáltam őket tüzelni. Ez az első 10 percben valamilyen szinten látszódott is, hisz egyből gólt szereztünk. Nyilván azt lehetett mondani, mert ugye a fél időben már lehetett tudni, hogy azért ez a meccs már nem lesz meg, de legalább a második fél időt nyerjük meg. Úgy is kezdtünk, aztán már végig megint szétestünk. Olyan meccs volt, hogy sikerült két gól szereznem, de nem hiszem, hogy mindig ilyen lesz, pedig jó lenne. Csináljuk ugyanúgy tovább, dolgozunk, aztán meg van egy célunk, szeretnénk azt elérni. Nem lett volna ezzel nagyon nagy probléma, hogyha mondjuk itt kikapunk és az előző három mérkőzésen nyerünk, vagy pontokat tudunk szerezni. Itt a következőkbe kell úgy gondolkozni, hogy itt pontokat kell szerezni, mert hogyha nem, akkor nagyon le tudunk szakadni.